Sziasztok, Szőr Olivér vagyok az Efestekből, és ebben az adásban a Canon EOS R7-et fogom nektek bemutatni. 3, 2, 1. Nem tagadom, én ezt a kamerát azzal a célral kértem el tesztelésre a Tripontól, hogyha megtetszik nekem, akkor ő váltaná le a szeretett Nikon Z6 kamerámat. Mielőtt hozzám került, egyértelműnek tűnt a döntés, de amióta nálam van, azóta kicsit változott a gondolatmenetem erről a kameráról. Mint említettem, a Tripont jóvoltából kaptam meg tesztelésre a gépet. Ha esetleg megtetszik, akkor meg is vehetett tőlük sok más olyan termékkel együtt, amik az álló vagy a mozgókép gyártásban fognak majd neked segíteni. Olyan márkák kaphatóak a Triponnál, mint mondjuk a Nonlight, Nonlux, Nikon, Fuji, Canon, Pana és még sok minden más. Ráadásul ne felejtsétek el, bérelni is tudtok tőlük kamerákat, optikákat vagy lámpákat a www.berles.artwork.hu oldalon keresztül. Na de essünk is neki az R7-nek. Ha igény van rá, szívesen készítek egy teljes bemutatót a kameráról, de én ezekkel mindig úgy vagyok, hogy millió egy ilyen videó van fönt a neten, és a száraz adatokat pedig bárki el tudja olvasni. Ebben a videóban én azokat szeretném nektek bemutatni, amik nekem feltűntek, mint gyakorlott felhasználó. Kezdem azzal, amiért engem elvarázsolt ez a kamera. Kb. 630 000 forintért egy zseniális autofókusszal rendelkező 4K 50fps tudó kamerát kapunk, internál 10 bit 4.2.2 rögzítéssel SD kártyára, Canon Log 3 színprofillal, kihajtható kijelzővel. 4K fine beállítása a 7K szenzor adatait sűríti bele a 4K-s képbe, tehát 7K-ról oversamplinggel 4K-ra. Ennek köszönhetően brutálisan részletesek a felvett anyagok, és olyan szép anyagot kapunk, mint mondjuk ezek. Nem tudom, hogy a YouTube mennyire fogja rebutítani ezt az anyagot, de a képe valami brutális. Ha megragadok egy képkockát, konkrét fotó is lehetne. Ráadásul a kamera szenzorstabja is valami brutális. Többször használtam 150 mm-es optikával kézből, ami ugye ekvivalens 240 mm-re az APS-C szenzor miatt, és a kép magáért beszél. Egy ilyen könnyű kameránál kézből kitarva ez a stabil brutálisnak mondható. Ugyan van lehetőség elektronikus stabit is bekapcsolni, de azt nem igazán ajánlom senkinek, mert mint minden gyártónál itt is egyrészt belekropol az anyagunkba, másrészt ilyen fura elnyúlást okozhat, ami utólagosan lehetetlen kiszedni. Én inkább azt szoktam javasolni, hogyha extra stabilizálásra lenne szükség, de nincs nálunk erre a célra eszköz a forgatáskor, akkor inkább utómunkában oldjuk ezt meg, mert egy DaVinci vagy egy jól beállított Warp Stabil Premiere-ben sokkal szebben fog dolgozni. Az is hasznos, hogy van lehetőségünk külön bekapcsolni az autó vízszintezést, ami abban fog segíteni, hogy kb. 15-20 fokos szögig elforgatva a kamerát, vízszintes marad a képünk a szenzor stabilnak köszönhetően. Aki vlogorásra, rendezvényekre vagy félprofi szinten használná a kamerát, azoknak szerintem egy tökéletes választás tud majd lenni az R7. De azok, akik kicsit komolyabban szeretnék használni, azért rájönnek, hogy vannak szokásos Canon furcsaságok. Ilyen például a gombkiosztás, főkép az EVF mellett található kis tárcsa. Az alapkoncepciót azt értem, amikor az ember fotózik és rendesen mondjuk az EVF-be néz bele, nagyon jó helyen van ez a tárcsa, mert sokkal kényelmesebb hozzányúlni, viszont amint elveszed a szemed az EVF-től és mondjuk mozgóképnél az LCD kijelzőt szoktuk használni, baromi szokatlanná válik annak a helye, legalábbis számomra. Én többször nyúltam volna a lenti tárcsához, mint ehhez a fentihez, de erre mondjuk azt lehet mondani, hogy idővel majd megszokja az ember. Ami a legkényelmetlenebb volt a számomra a gombok közül, az a menü gombnak az elhelyezkedése. A Sonyval együtt ütném arcon azokat a tervezőket, akik ide bal felülre teszik ezt a menü gombot. Amikor fogod a kamerát, egy kézzel biztos, hogy nem fogsz átérni ez a gombhoz. Vagy el kell engedned a kamerát, vagy a másik kezeddel kell oda nyúlnod. Ráadásul minden menüpontból a menü gomb megnyomásával kell visszalépni, tehát minden beállítás után újra át kell nyúlni.
ez baromira kényelmetlen. Főleg, ha be van kapcsolva az automata LCD-LVF váltás, mert amint átnyúlsz a menü gombhoz, eltűnik a képed. Ott van például a Nikon meg a Fuji. Ők okosan átgondolták, hogy használat közben a menü gomb a hüvelykujjal elérhető legyen, hiszen csomószor használjuk ezt a gombot. A visszajátszáshoz meg úgyis elemeljük a kamerát magunktól, oda tökéletes az, hogy ide bal felülre került a lejátszás és a törlés gomb. A gépen két memóriakártya slot van, mind a kettő csak SD kártyát fogad be. Mivel nincs internál ProRes vagy RAW, amik sokkal gyorsabb írási sebességet követelnek, így bőven kiszolgál minket akár egy olcsóbb írási sebességű kártyával is. Ez szerintem egy tökre jó dolog. Neten azt találtam erről infóként, hogy 4K Fine vagy 4K 50 FPS-nél is elég a V60-as kártya. Ezeknél a beállításoknál maximum 170 megabit per szekes rögzítésünk van. Ez a V60-as kártya azért jóval olcsóbb, mint a mai kameráknak a kártyaigénye. Azt tetszett, hogy sokféle módot választhatunk ezeknek a kártyáknak az írására. Van lehetőség egyszerre mind a kettőre szimultán rögzítenünk, vagy automatikusan átvált nekünk, hogyha az egyik kártya megtelt. Azt is beállíthatjuk, hogy az egyik kártyára csak fotózzon, a másikra pedig csak videózzon. Ami még meglepő volt a számomra, és erről elfelejtettem videófelvételt készíteni, hogy a kamera rögzíti a videó esetén is a metaadatokban az expo értékeket, a beállításokat, igazából mindent. Azt, hogy ezt hogy kell utómunka során kivenni vagy előhívni, azt nem tudom, csak meglepett, hogy a kamerán belül, hogyha megnyomtam lejátszáskor az infogombot, akkor minden adatot volt előttem. Ami furcsaság volt még a számomra, hogy a memória kártya vagy az aksi fedél kinyitásakor a kamera lekapcsolja magát. Tehát a felvétel közben, hogyha kártyát szeretnél cserélni, akkor az csak felvétel leállítása után fogod tudni megtenni. Ha közben nyitod ki, akkor ugye nem sérül a fájl, de nem javasolja a gyártó, hogy így zárd le a felvételt. A Vaku Papusnál van lehetőségünk olyan külső mikrofon csatlakoztatására, aminél nem jacken keresztül jut el a hang a kamerába, hanem a Vaku Papucs belső érzékelőink keresztül, de természetesen van sztereó kis jack mikrofon bemenet és füles kimenet is. Ugyan a gombok előre meghatározott adatokat állítanak, de van lehetőségünk majdnem az összesnek az átprogramozására, ami rendesen felgyorsítja a munkamenetedet, hogyha ilyeneket beállítasz. Eddig minden hozzám került kameránál megszokott volt, hogy van egy display gomb, amivel a kijelzőre kikerülő adatok közül tudunk választani, de itt meglepő módon ez a gomb nem a display, hanem az info gomb. Itt tökre hasznos, hogy van egy teljesen clear állásunk, ahol semmilyen adat nem zavar be a képbe, és azon kívül még három profil állítható be szabadon. Maga a kijelző egy 3 incses, 1,62 millió pixeles érintő kijelző, és ami külön tetszik, hogy kihagytható teljesen. Ez baromi sok gépnél hiányzik, és nagyon sokszor jól jön. Van men árminál, így nem kell oda-vissza rohangálnunk, hogyha valamit odébb akarnánk rakni a szedbe, vagy mondjuk a falhoz közel rakva a gépet lehetőségünk van 90 fokot kihajtani, és így szűk térben is tudunk vele dolgozni. Ráadásul ennek köszönhetően a tilt monitorokkal ellentétben itt 90 fokba lefelé vagy felfelé is hajtható ez a kijelző. Nekem az E6-nál ez nagyon hiányzik. Plusz appon keresztül lehetőség van élőkép nézésre is a termon keresztül, ahol aránylag kicsi jelkéséssel láthatjuk a képet. Ami itt külön tetszett, hogy telefon keresztül is működik Touch Autofocus, és minden kamera adat állítható, kivéve a pontos Kelvin értéket. Baromi gyorsan párosodik a telóval, de akár géppel is. Az sem egy utolsó dolog, hogy képes livestreamet adni a kamera YouTube-ra, mindenfajta extra eszköz nélkül is Wi-Fi-n keresztül. És azt is megemlíteném, hogy USB-C kábelen keresztül minden Canon hibrid kamera a webkamerává alakul át. Ez szerintem sokak számára egy nagyon fontos adat lehet. Viszont itt a kijelzőnél van egy óriási probléma. Az egy picit zavaró ugyan, hogy nem teljesen hajlik ki a kijelző, kicsit úgy szögbe marad, de ami a nagyobb gond, hogy a HDMI kimenetre teljesen ráhajlik. És most térjünk is rá a kamera legnagyobb problémájára, a HDMI kimenetre. Komolyan arcon ütném azt a fejlesztőt, aki azt gondolja, hogy 2022-ben a micro HDMI még opció. Nem! Felejtsük el, még egy GoPro-nál csak-csak, de egy ilyen hibrid gépnél miért nem képesek csak normál HDMI-t használni? De még a filmezésre kitalált ROG-nél is micro HDMI van. Ezt a micro HDMI-t a Sony A7 szériák óta tudjuk, hogy brutál sérülékenyek, mind a kábel, mind a kamera részéről, és ha ez elromlik, akkor mehet a szervizbe a gép, és te kamera nélkül maradsz. Ráadásul mindenképpen kelleni fog egy micro HDMI, normál HDMI átalakító, ami plusz hiba forrás lesz. És ez csak a jéghegy csúcsa. Hogy lehet, hogy még mindig ott tartunk, hogy egy kamera nem képes egyszerre megjeleníteni képet a kamerán, és HDMI-n keresztül miközben rögzítünk. Se 4K-ban, se Full HD-ban.
Ez főleg azért indokolatlan, mert ez a kamera nem ad ki említésre méltó adatot externál rögzítéshez. És hogy ez miért gond? Például mondjuk, hogyha rendezői monitorra akarod kiadni a jelet, miközben operatőrködsz, vagy a transmitterre, akár gimbalon, akkor nem lesz élőképed a kamerán. A legpontosabb visszajelzésed szűnik meg. Nincs referencia, ami alapján belőd a fehér egyensúlyt, vagy az expót. Arról nem is beszélve, hogy az érintőkijelző teljesen megszűnik, nincsen érintéses autofókuszod sem. 2022-ben ez sajnos egy olyan hiba, ami sokak számára fog keserű szájízt hagyni az R7-tel kapcsolatban, de reméljük ezt szoftveresen majd később javítják. Párom, aki laikus is megkérdezte, hogy akkor mégis miért így csinálják. Az van, hogy a Canonnál régóta megfigyelhető, hogy a kameráiknak a képességeit kb. Baltával vágják. Az van, feltérképezik, hogy mit tudhat a kamera, illetve mit tud a többi kamera, kihúznak egy határvonalat, aztán paf, ami e felett van, azt levágják, mondván, hogy ha többet akarsz, akkor vedd meg a drágább kamerájukat. Ez számomra egy felháborító dolog, és ez sajnos már évek óta megfigyelhető a Canonnál. Tény, hogy azok számára, akik sose használják a HDMI kimenetet, ez nem fog gondot jelenteni. Számomra sajnos viszont ez volt az egyik legnagyobb érvágás. A másik pedig a rolling shutter, ami ugyancsak ez a baltás módi. Ennek a gépnek sajnos borzasztó a rolling shutter-e, de hogy mi is ez, azt elmondom. A hibrid gépeknél a teljes szenzorból nem egyszerre olvassa ki az adatokat a proci, hanem soronként. Ebből adódik az, hogy ha mondjuk egy gyorsabb kamera mozgásunk van, vagy mondjuk elmegy egy gyorsabb tárgya a kamera előtt, akkor az egyenesek kicsit elhajlanak. Ez a rolling shutter. Rendes profi kameráknál ez azért nem jelentkezik, mert úgynevezett global shutter van, tehát a teljes szenzorból egyszerre veszi be az információt a proci. Mai jobb kameráknál alig észrevehető ez a rolling shutter, viszont itt az R7-nél baromi feltűnő. És ezt azért tudom, mert eddig egy kameránál sem tűnt fel a számomra, itt viszont kb. Az első snittek után kiütött. A kamerát amúgy különböző helyzetekben próbáltam tesztelni, és ezek közben más probléma nekem nem adódott. Mint említettem, a kép egy gyönyörű és baromi részletes. Az AF még gyengébb látási viszonyok között, vagy erős ellenfényben is jól dolgozott, bár itt azért egy kicsit megállnék. Egy kit optikával kaptam meg tesztelésre ezt a kamerát, ami blendében elég gyenge. Ugyan nagyon praktikus ez a 18-150 mm-es optika, ami ekvivalens 29-240 mm, de az f3.5-5.6 annyira nem szerencsés. Mindamellett, hogy fényérőben nem erős, a nagyobb baj, hogy nem mossa eléggé a hátteret, nem választja le így jól a témát, és az sem segít, hogy nem full frame-es a gép, hanem APS-C szenzoros. Egy kedves solymász ismerősömmel, Kistereki Gergellyel mentem el tesztelésre, ahol madárreptetés mellett teszteltem az autofókusz képességeit. Szerintem ez az egyik legbonyolultabb terep ilyen szempontból. Egy aránylag kicsi testet kell követni a fókusznak, legtöbbször terepviszonyok miatt nehezen követhető környezetben és gyorsan. Itt azért nem szerepelt tökéletesen a gép. Voltak jó pillanatai, de volt, amikor könnyen kivehető helyzetben sem vette alapot. Itt ne értsetek félre, kézből manuálisan lehetetlen lett volna lehúzni ezeket a helyzeteket, és ehhez képest bőven volt hasznos anyagom, még úgy is, hogy kézből vettem fel a látható anyagokat. Természetesen olyan helyzetekben, amikor a téma statikus volt, vagy egy ember volt a képben, nagy százalékban jól dolgozott a kamera. Két dolgot emelnék itt ki külön. Egyrészt számomra meglepő, de nagyon praktikus módon a gépfázon van a manuál és az autofókusz kapcsoló. Ez azért fontos, mert ma már sok olyan elektronikus optika van, ahol semmilyen gomb nincsen az optikán, csak a gépfázon belül lehet ezeket kibekapcsolni, ott baromi kényelmetlen az, hogy mindig a menübe kell bemenni és ezt átállítani. A másik, és ez nekem baromira tetszik a Canonnál, az a manuális fókusz segéd. A Canoné a legjobb és a legérthetőbb az összes kamera közül, és így peaking nélkül is baromi könnyű manuálisan élt húzni bármilyen optikánál, kivéve az ilyen elektronikusoknál, de az egy másik tészta. Ami viszont ugyancsak kényelmetlen volt a használat közben, az a menürendszer. Vannak főmenük, és azokon belül vannak almenük. Maga a menü amúgy könnyen kiismerhető és kezelhető is szerintem, viszont emlékeim szerint az eddigi Canon kameráknál az egyik tárcsával az almenükben, a másikban pedig a főmenüben tudtunk lépegetni. Na itt ez most nincs, és baromi idegesítő és időigényes mondjuk a kamera adatok beállítása után elmenni leformázni a kártyát, aztán mondjuk bármilyen autofókusz adatot állítani. Mindig végig kell pörgetni a menüt, ami baromi sok időt vesz igénybe. Remélem ezt majd szoftveresen ki fogják javítani. Szerintem sokakat érinteni fog, hogy sajnos olyan tömörítést használ az R7, ami nagyon megterhel minden gépet.
Az eddigi kamera tesztjeim során még nem tapasztaltam ilyen mértékű belassulást, még GoPro-knál sem. Nem egy erőműn dolgozom, de azért nem is gyenge az összeállításom, ami otthon van. 4K25 FPS-es anyagokat még vitte a gépem, de a 4K50 FPS-eknél viszont már rendesen megizzasztotta, ha nem lassítottam be 25 FPS-re. Ez sajnos utómunkák során lassíthatja a munkafolyamatot. De mint említettem, ez nem a képminőség vagy a felbontás miatt van, hanem a kodek a tömörítés által. Még egy dolgot említenék meg, mégpedig az Air Bayonet adta lehetőségeket. Nyilván az a legoptimálisabb, hogyha az ember natív, jelen esetben Air Bayonetes optikát használ, viszont a Canon gondolt arra, hogy baromi sok az EF bajonettes tulaj. Pont ezért saját gyártású R2EF adaptereket adott ki, és ebből nem is egyet. Ebből létezik olyan, ahol kapunk egy extra gyűrűt különböző adatok állításához. Van olyan, amiben Variant D filter tehető be, ami baromi hasznos tud lenni, főleg mert az optika szűrő átmérőtől függetlenül minden EF-es bajonethez jó lesz. De ami még királyabb, hogy létezik ebből olyan, ami kimondottan az ilyen APS-C szenzoros gépekre lett kitalálva, és ezáltal full frame-es lefedettséget kapunk, mint mondjuk egy speedboosternél, és még extra rendelértéket is nyerünk vele. Nem elég, hogy olcsóbbak az EF-es optikák, de ezek az adapterek baromi hasznosak tudnak lenni. Amit még nem említettem, az a kamera zajosodása. Számomra elképesztő, hogy mit tud ez az R7. Ugyan nem dual nativizós, és csak 12.800-ra vihető fel maximum az ISO-érték, de hihetetlen, hogy mennyire tiszta még ott is a képe, főleg, hogy a kamera által felajánlott zajszűrést is bekapcsoljuk. Teljes ISO tartományban végig használható a képe, ami sokak számára, főleg mondjuk rendezvényeknél baromi hasznos funkció tud lenni. Összegezzünk. Ez a Canon R7 szerintem egy nagyszerű gép. Gyönyörű részletgazdag felvételekre képes 4K 50 FPS-ben vagy Full HD 100 FPS-ben, akár sötétben is. Baromi jó áron adják, és nagyon jó az autofókusza és kihajtható a kijelzője. Szerintem sokak számára ennyi bőven elég, tényleg egy jó ajánlat, főleg vlogoláshoz vagy mondjuk rendezvényhez. Viszont azok számára, akik sokat használnak monitort, vagy a rolling shutter egy fontos tényező, azoknak szerintem nem egy jó választás. Én is a kezdeti fellángolásom ellenére még inkább maradok a Nikon Z6-nál. A full frame-ről még le tudtam volna mondani a 4K 50 FPS javára, de ez a HDMI dolog, a rolling shutter és a túlságosan tömörített anyag általi lassított utómunka nagy hátrány jelent a számomra. Ráadásul én kicsit attól is félek, hogy hamar el fog fogyni a tudás ennek a gépnek. Egy Fuji XH2S sokkal jobb választás tud lenni szerintem. Tény, hogy a duplája ennek az R7-nek, de a Fuji sokkal időtállóbb lesz az internál ProRes és a 6.3K-s rögzítésnek köszönhetően. Köszönöm még egyszer a Triponnak a lehetőséget, hogy kipróbálhattam a Canon R7-et. Ha megtetszett ez a kamera, akár meg is vásárolhatod tőlük a Fuji XH2S-sel együtt, amiről itt láttad a teszt videómat. Ne felejtsétek el, akár bérelni is tudtok a Tripontól a www.berlés.artwork.hu oldalon keresztül kamerákat, optikákat vagy lámpákat. Én Olivier voltam az FS-tekből. Ne felejtkezz el feliratkozni a csatornára, és hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot. Ha kérdés maradt benned esetleg ezzel a kamerával kapcsolatban, akkor nyugodtan írd meg kommentbe, vagy esetleg Facebookon, az FS-tek Facebook oldalán. Szép fényeket mindenkinek, sziasztok! 3, 2, 1.